Tehát van olyan csoda, olyan gyógyulás, amikor, amit az ember hit által kezdeményez, és hit által halad, harcolja meg a hitnek a harcán, még végül is meg tudja érinteni a názati Jézus Krisztusból kiáradó gyógyító erőt, és ennek következtében az ember meggyógyul. Ezt nevezzük hit által való gyógyulásnak. Ez is egy módja a gyógyulásnak, de természetesen azért beszélek egy másikról is, mert látjuk, hogy a másiknál Jairus leánya nem így gyógyult meg. Itt már a názeti Jézus Krisztus nem passzív volt, hanem főszereplője volt ennek a, 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 a csodának. Ha nem lett volna aktív szereplője, talán akkor ez a csoda nem történt volna meg, mert ebben az esetben nem volt elégséges, a hit által való megérintése a názati Jézus Krisztusnak. Ezen kívül vannak még más különbségek is ebben a történetben, tehát a Jairus leányának a fölt támadásában, és ez arra hívom fel a figyelmet, mert azért mondtam, hogy nagyon gyakran azt a hibát követjük el, hogy mindig ugyanolyan módon keressük Istenek a természeti erejét, az erőnek a földszabadulását és azért látni a az evangéliumból is, hogy különböző módokkal szabadult föl a názati Jézus Krisztus földi szolgálata ideje alatt is az Istennek az ereje, a Szent az ereje. Ezért, hogyha az egyik út nem, úgy érezzük, hogy fal nem ér el a célját, akkor nyilvánvalóan kérni kell, járni kell más úton.